Első győzelmére készült a Haladás Viktória. A tavalyi csalódást jelentő ötödik hely után idén sem rajtoltak jól a szombathelyiek. Egy vereség és egy döntetlen volt a mérleg az Astra elleni találkozó előtt. A Viktória a tavalyi szezonban négyszer is legyőzte az Astrát, de talán éppen az esélyesség terhe nyomhatta a fehérben játszó hazaiakat, hiszen az első fél időben csak mezőnyfölényt sikerült kialakítani, komolyabb helyzetig csak az utolsó percekben jutottak el. Előbb a PSV-ből hazatért Rácz szólója után kellett nagyot védenie a vendégkapus Farkas Katalinnak, majd Tóth lábában volt ott a vezetés, de ez a labda is a hálóőrnél landolt. Jól látunk az egész mérkőzéshez pozitívan, és motiváltak voltunk, amikor ide érkeztünk, mindenkit megsínni a buszutat, de úgy gondolom, hogy ezen felül tudtunk kerekedni a bemelegítésen. Mindenképpen pontot akartunk szerezni. A második félidő elején aztán jött a hideg zuhany, legalábbis szombathelyi szempontból. Sipos Remek beadására Vidovenye érkezett, Bíró Barbara pedig tehetetlen volt. Most az egyszer hallgattam az edzőmre, és beértem a Junior Lila beadására, és egyszerűen berúgtam. Ilyen egyszerű volt, de majdnem kapufa lett. A bekapott gól láthatóan meg is fogta a hazai csapatot, hiszen az Astrának megvolt a lehetősége, hogy rárúgjon még egyet és ezzel eldöntse a meccset. Ez azonban nem jött össze és ezt megbosszulta a Viktória. A 70. percben ugyanis remekül csavarodott középre a szöglet, Siklér fejese pedig megpattant Síposon, így került a hálóba a labda. A szombathelyi támadó tehát remekül tért vissza csapatába. Ahhoz képest, hogy azt mondta az edzőm, hogy csak 15 percet játszok, ez nagy öröm volt számomra, hogy 45 percet játszhattam. Sajnos mennyi volt benne, legközelebb igyekszek minél jobban teljesíteni. Az utolsó 20 perc már egyértelműen a hazaiakról szólt, akik minden követ megmozgattak, hogy kicsikarják a győzelmet. Igazán veszélyes helyzetet ugyan nem sikerült kialakítani, de a pályán ekkor már egyértelműen az történt, amit a Viktória akart. Azért volt egyértelműen a miénk, mert elkezdtünk hívelgetni. Behoztuk a Kingát, akit nem szabad lett volna, és levegőben volt a labda, tehát ez nem futball, nem ezt csináljuk, nem ez a mi stílusunk. De hát meg akartuk fogni a farkát a végének, és nem sikerült sajnos. Mi azért új csapatot építettünk, és ma ott tartunk, hogy 70 percig tudunk ott dominálni. Szombathelyen egy 3 órás utazást követően, hogy tényleg vezetünk, és a 70. percbe kapunk, illetve gyakorlatilag egy öngolt ér el a szombathelyi csapat, és ezzel tudnak egyenlíteni. Én azt gondolom, semmi kivetni való nincs ebbe, az, hogy gyakorlatilag egy bő 2 hónapja van együtt a társaság. A döntetlennek köszönhetően az Astra megőrizte 4. helyét a tabellán, a Viktória viszont az Eto vereségét kihasználva feljött a 6. helyre.